Hogyan találhat egymásra a helyi termelő és a potenciális vásárló? Ezzel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatcserét széleskörű együttműködést tett lehetővé az a modell, amelyet Balatoni Helyi Termékfejlesztő Műhely néven dolgoztak ki, és amely egy LEADER együttműködés program keretében jött létre. A 2018 óta futó projekt zárórendezvényét a napokban tartották meg Balatonalmádiban, ahol a résztvevő egyesületek összegezték az elért eredményeket. Négy Balaton környéki szervezet munkája van a siker mögött, az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület, a Hévíz Balaton Zalai Domb Hátak LEADER Egyesület, a Zala Termálvölgye LEADER Egyesület és a Bakony Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közösen dolgozta ki a programot. Még mindig ott tartunk, hogy a helyi termékeket be kell mutatni, még a helyieknek is, mert nem tudják, hogy miük van. Én örömmel tapasztalom azt, hogy egyre inkább terjed az, hogy keresik a turisták, a kirándulók azt, hogy na itt helyben mi van valami olyan sajátosság, lehet az sajt, lehet az matyóbaba, akármi, de keresik, és hogyha ehhez mi egy picit is hozzá tudtunk járulni, akkor azt gondolom már a programunk az elérte ezen a téren a célját. Én remélem, hogy azzal, hogy a program véget ért, maga ez az egész dolog nem ér véget, mert ha egy kis lökést tudtunk adni, ami arról szól, hogy na tényleg ezek megmutatták, azt megmutatom, mi van, és akkor már nem kell legközelebb mutogatni, mert már tudják, hogy van valami, és csak el kell oda menni, és akkor ez a termelőkön múlik, hogy fent tudják tartani a figyelmet. Mert előbb-utóbb az a tapasztalatunk, hogyha a turisták kevés, kis száma is, de odaszoknak, akkor a termelőkön múlik, hogy mennyire tudják fenntartani a figyelmet. Akár úgy is, hogy a nem konkurens termékeket árulók egymást ajánlgatják. És ez már biztos, hogy én abban bízom, hogy valami olyan magocskát elvetettünk, ami később aztán szárba szökken, és járvány ide, járvány oda, ez a program önjáró lesz. A projekt kiemelt célja volt, hogy a Bakony és a Balaton térségében olyan turisztikai együttműködés alakuljon ki, ahol a helyi termelők egész évben, vagyis a főszezonon kívül is tartalmas programokat kínálnak a térségbe látogatóknak. Ilyen lehet például a Jásdi Bodzaház, a Berhidai Szamarasház sajtműhelye, vagy a Küngösi Lekvár és Savanyúság kóstoló túra. Nagyon sokan dolgoznak egy Balaton márka kialakításán, de igazából a valós összefogást nem láttuk e mögött. És ugye a LEADER programnak és a LEADER szellemiségnek pont az az alapja, hogy alulról jövő kezdeményezéseket, helyi igényeket próbálunk kielégíteni, és ugye az igény az megfogalmazódhat több módon is, hogy van a helyi szereplőknek igénye, vagy pedig mi bemutatunk egy lehetőséget, és azutána igényként fogalmazódik meg, elfogadják, kapcsolódnak hozzá. Mi ezt a projektet, ezt a tudást hoztuk be ebbe a programba. Mind a négy helyi akciócsoport tartott egy-egy tanulmányutat. Ugye a COVID egy kicsit megtépázta a mi projektünket is, ezért egészen elhúzódott most 2021-ig. Most zárjuk, most a hónap végén szeretnénk ebből aztán egy olyan tudásátadó anyagot is megjelentetni, ami mintaként szolgálhat mások számára is, tehát hogy milyen az, amikor közösen egy célér, egy logó alatt, egy szellemiségben dolgozunk, a helyi termékekkel és helyi szolgáltatókkal. A Bakony és Balaton keleti kapujában mi turisztikai programajánlókat készítettünk. 4-5 szálláshelyre egy 25-30 garantált programot dolgoztunk ki. Ez egy nagyon nagy munka volt, nagyon sok együttműködő partnerrel, de én nagyon bízom benne, hogy egyre több látogatót tudunk majd a térségünkbe hozni, és ami nagyon fontos, hogy nem csak a főszezonra, sőt, elsősorban nem a főszezonra koncentrálunk, hanem őszi, tavaszi és téli programokat ajánlunk az ide látogatóknak. A szakemberek és a projekt résztvevői is egyetértettek abban, hogy a kidolgozott modell sikeres. Most már csak a benne szereplő helyi szolgáltatókon múlik, hogy tovább viszik-e a megszerzett jó tapasztalatokat, annak érdekében, hogy hosszú távon is sikeresek és népszerűek legyenek.